arról beszélt, már folynak a tárgyalásokat az országokkal olyan rakéták készenléte állításáról, amelyek most még a tárolóban vannak. A Kreml szerint Stoltenberg bejelentése ellentmond a hétvégén Svájcban tartott békekonferencia záró dokumentumának, melynek egyik sarokpontja az volt, hogy elfogadhatatlan a fenyegetés a nukleáris fegyverekkel, vagy azok használata az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Barna Péter összefoglalója. A NATO-nak erre fentésről készenlétbe kell helyeznie és meg kell mutatnia a nukleáris arzenálját, ezért tárgyalásokat folytat az atomfegyverek telepítéséről a tagországokkal. Közölte a NATO főtitkára a Telegraph szalonéről a magyar nemzeti. A lap szerint Jens Stoltenberg kiemelte, a NATO-t egy veszélyesebb világra kell felkészíteni, és erőre van szükség válaszul az orosz, illetve a kínai fenyegetésre.